Győzelmével a 4 éve alakult, a mostani felállásban 2 éve zenélő Szent Tamási Mercury együttes kiharcolta a budapesti döntőn való részvételjogát. Most azon dolgoznak, hogy látványosabbá tegyék a fellépésüket. Szeretnénk a színpadi produkciónkat egy érett, kiforrott dologgá megcsinálni, szóval az a cél, hogy minél többet zenéljünk, és minél látványosabb legyen a produkciónk. Ne csak a zene mutasson valamit, hanem mi is. Nem szeretjük, mikor ilyen szöveg módjára beállnak a zenészek, de hát szerintem jó volt. A szakmai zsűri értékelése szerint a második legjobb teljesítményt a budapesti Carson Coma együttes nyújtotta, harmadik pedig a másfél éve zenélő, főleg jazzzenét játszó szabadkai In Principe együttes lett. Sprijateljili smo se zato što je Bumford Gabor, organizator Jazzik festivala u Subotici, tražio da ja sastavim neku ekipu muzičara, tako da smo se mi našli da nastupamo na Jazziku i onda smo odatle jednostavno nastavili zajedno da sviramo. A szervező Peron Music alapítvány elsődleges célja, hogy az anyaországban már bejáródott rendezvénysorozatot kiterjessze a határokon túlra is. Ez annyira a célunk, hogy Dunaszerdahelyen és Erdélyben 3 városban is van már ilyen típusú tehetségkutató fesztiválunk. Ugye az egész egy nagy rendszernek a része, 25 tehetségkutató van így országosan és így a külhonban. A zsűri külön díját a szegedi Kolmen a zenekar kapta, a legígéretesebb fiatal tehetségnek járó Újfalusi Gábor díjat pedig Gorán Bíró, az In Principe zenekar dobosa érdemelte ki.